Gyula a Zöldváros Messzeföldön híres a természeti értékeiről. Egyik legszebb kincses tárunk a Csigakert. A város legutóbbi képviselőtestületi ülésén a Zöldváros program keretein belül tárgyalta Gyula helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelmi hely szabályairól szóló rendelet módosításáról. Ennek értelmében a Csigakertben található 8397 négyzetméteres területen elhelyezkedő vízműtelepet is természetvédelmi területté nyilvánították. Hiszen az ingatlan egykor a kastélypark része volt, a területen idős, értékes fák találhatók. A kastélyparknak szerves része volt az a terület, amelyik most vízműtelepként működik, a 60-as évek óta működik ez vízműtelepként. A vízműtelep területén látható fák többsége is az egykori kastélypark része volt, akkor ültették, és nagyon nagy értéket képviselnek. Egy hatósági eljárás során derült fény arra, hogy bár a tulajdonlapon szerepel, hogy természetvédelmi terület, ez az ingatlan, ami önálló helyre ez a számon szerepel, azonban valamiért annak idején a helyi rendeletünkből kimaradt. Ez egy 8397 négyzetméteres terület, és nagyon fontosnak ítéljük, hogy ezt is rendeletileg védettség alá helyezzük, ezért a képviselőtestület elé terjesztettem ezt a javaslatot, a testület pedig egyhangon elfogadta. A csütörtöki helyszíni sajtótájékoztatón elhangzott, a terület plusz védelmet kap, ezáltal az ott élő növények aktív elemként hosszabb távon is részt vesznek a település ökológiai állapotának javításában. Mivel abban az esetben, amennyiben az idős, értékes növényállomány nem kap védelmet, hosszú távon nehezebb lenne megőrizni ezeket. Emellett a rendelet érvénybe lépését követően március 1-től sem jelent többletforrásigényt a védetté nyilvánítás. Március 1-től már a vízműtelep területe, az itt lévő értékes egyedek is helyi védettség alatt állnak, ez is egy természetvédelmi terület, nagyon fontos a jövő szempontjából, hiszen a város ökológiájához hozzátartoznak, az ökológiai értékeink szerves részét képezik, és hosszabb távon tudjuk a fennmaradását biztosítani ezeknek az egyedeknek, az itt lévő szép régi fáknak, hogyha védettség alá helyezzük őket. E rendelet a társadalom szemlélet formálásához is hozzájárul, annak ökológiai érzékenységét is növeli.